Sziasztok! Folytassuk a Minden Transfer Elfogadása című sorozatomat. Ha az előző két videót még nem láttad, akkor az i betűre kattintva meg tudjátok nézni. Ha tetszenek ezek a videók, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot és egy feliratkozást is. Most pedig jöhetnek kommentben, hogy melyik csapattal legyen a következő. Minden átigazolást el kell fogadni, kivételt képeznek a kölcsönszerződések, csak a téli átigazolási időszakban vehetünk játékost, a megszerezhető trófeákból minimum 3-ot meg kell szerezni az első szezonban. Mivel nagyon sokan írtátok, ezért a United-del fogjuk nyomni a következő Minden Transfer Elfogadása videót. Na de akkor kezdjük, a szokásosra hívjuk vissza a játékosainkat kölcsönből. És ahogy nézem, nagyjából minden játékos vissza is jött. Én ezt a csapatot tudom elképzelni, ha megmaradna, akkor az nagyon-nagyon jó lenne, mert a cserék között is vannak jó játékosok, de itt a tartalékokat hát inkább hagyjuk, ilyen 60 meg 70 ratinges játékosok maradnak, ha a nagyokat megveszik. Meg is érkezett az első ajánlat. Méghozzá Alex Tellesért. Érkezett egy újabb ajánlat, Malasiaért 25,3 millió fontot adnának, hát ezt is sajnos el kell, hogy fogadjuk. Telles elhagyja a csapatunkat. Varanért érkezett az Atletico-tól egy ajánlat, hát sajnos ezt is el kell, hogy fogadjuk. Eric Bailly-ért is érkezett egy ajánlat, méghozzá Galatasaray-tól, és ezt is elfogadjuk. Még egy ajánlat, ez most a Portótól jött, 26,7 millió font. Antoniért is érkezett egy ajánlat, Joe Willockot adnák érte, plusz még 17 milliót, Eric Bailly is elhagyja a csapatunkat. Antoni helyére, idézőjelben, mert hát nem azon a poszton játszanak, lehet ez talán nem volt a legjobb átigazolás, és Fred elhagyja a csapatunkat. Igazából ez egy jó deal volt, de még nem néztem meg, hogy mennyi pénzünk van a játékosokra. És srácok, lejárt az átigazolási időszak, szerencsére ezt a csapatot még meg tudtuk menteni. Vannak még olyan játékosok, akiket nyilván be tudunk tenni, mint például ezt a Willockot a cserék közé. A téli átigazolási szezonban biztos fogunk venni egy jobb hátvédet, közép hátvédet, biztos vagyok benne, talán egy jobb szélsőt vagy egy bal szélsőt. 10 forduló után jelenleg csak a harmadikak vagyunk a bajnokságban. A Liverpool nagyon-nagyon belehúzott, és már van 6 pont előnye. Viszont eddig minden meccset megnyertünk az Európa Ligában, és 12 ponttal torony magasan vezetjük a csapatunkat. Meg is érkezett az első ajánlat már a téli átigazolási időszakban, szóval ezt már el is kellett, hogy fogadjam. Sajnos De Gea-t meg akarja venni a Leicester City. Hát ezt az ajánlatot is el kell, hogy fogadjuk. És De Gea elfogadta a Leicester City ajánlatát, szóval ő is el fogja hagyni hamarosan a csapatunkat. 20 forduló után átvettük a vezetést, srácok, ahogy láthatjátok, 3 pont előnyünk van a Cityvel szemben, a Liverpool már 4 pontra van, és hát a többiek azok már egy picit lemaradtak. Az Európa Liga csoportunkat csont nélkül mindegyik meccset megnyertük, 18 gólt lőttünk, 7-et kaptunk, ez teljesen mindegy, ez a statisztika, viszont tovább jutottunk a csoportból, és az azt jelenti, hogy akár már az első szezonban megnyerhetjük az Európa Ligát. Garnachoért is érkezett egy ajánlat, hát ezt sajnos el kell fogadjuk. Viszont most indulhat a vásárlás. Van 428 milliónk, szóval ebből bőven tudunk vásárolni. Talán veszünk egy közép hátvédet, veszünk egy közép csatárt, vagy talán egy bal szélsőt, ezt még meglátjuk, és mondjuk talán Eriksen helyére középpályára egy kis pluszt, egy kis erősítést fogunk vásárolni. Na de nézzük a kapus posztot. Hát én megpróbálom talán Emiliano Martinezt megszerezni, és Emiliano Martinez lesz az új kapusunk. Hát sajnos De Gea-t megvette a Leicester City tőlünk, de muszáj volt valakit vásároljunk a kapus posztra, mert Hendersonban nem nagyon bíznék. Középhátvéd posztra De Ligtet vagy Rüdigert szeretném megvenni, de végül szerintem De Ligt lesz, mert az a helyzet, hogy Rüdigerért nagyon-nagyon sokat kérnek. Már is De Ligt érkezik, szóval vele már egy kissé gazdagabb lesz a csapatunk. Csatárposztra szerintem Osimhent fogjuk választani, és Viktor Osimhen meg is érkezik a csapatunkhoz, úgyhogy őt most betesszük középcsatárnak. Szerintem eléggé szépen alakul a kis brigádunk. Hát srácok, itt azért láthatjátok, milyen középpársokat próbálhatunk megszerezni. Először próbáljuk meg Bellinghamet, nyilván ő már a Real Madrid játékosa, de itt a játékban még nem tette át úgymond a gép, és Bellingham meg is érkezett az edzőközpontunkba, és már ott jön is az edző, úgyhogy csatlakozik a
csapatunkhoz. Srácok, szerintem megpróbáljuk megszerezni még Rodrigót, mert még van egy kis pénzünk. Rodrigo meg is érkezett a csapatunkhoz, úgyhogy már érkezik is az edző. Szerintem nekünk a bevásárlás nagyjából ennyi. Valószínű, hogy ti tudnátok jobb játékosokat ezeknél a játékosoknál, akiket most én jelenleg megvettem. Fabiszaka helyére lehetett volna venni még valakit, de már sajnos nem volt pénzünk. Már is kaptunk két ajánlatot, az egyik Lindelöfért érkezett, és a másik pedig Wan-Bissakáért. Lindelöf felhagyja a csapatunkat. Egy olyan ajánlat érkezett, amit nem szívesen fogadnék el, hiszen Luxót akarja megvenni a Villarreal, és sajnos Luxó elhagyja a csapatot. Talán Luxót a legjobban Ferland Mendyvel tudnánk helyettesíteni, és Ferland Mendy csatlakozik a csapatunkhoz. Most már tényleg csak pár óra van hátra az átigazolás időszakból, és megjött az ajánlat, Harry Maguire-t meg akarja venni a Róma, hát nem tudjátok, srácok, hogy mit akartok ti vásárolni. És ebben a pillanatban lejár az átigazolás időszak. Abból az összegből, ami rendelkezésre állt, a legjobb játékosokat vettük meg. Mivel jó pár meccs már lezajlott, ezért gondoltam megmutatnám a tabellát is. Jelenleg 24 meccs után 6 ponttal vezetjük a bajnokságot. Hát a Liverpool az már egy picit hátrébb van, a Chelsea-ről és a Spurs-ről pedig már nem is beszélek, hiszen ők biztos nem fognak minket utolérni. Tovább jutottunk az FA Cup-ban is. Sajnos a Carabao Cup-ban kiestünk. Ezután jó pár meccset leszimuláltam és le is játszottam. Tényleg azt szerettem volna, hogy a legérdekesebb meccsekből lássatok összeállítást. A 30. forduló után igaz egy ponttal, de még vezetjük a tabellát. A Liverpool is feljött eléggé, szóval ő csak 2 pontra van mögöttünk. A negyed döntőben a Real Sociedad ellen fogunk játszani, ugyebár őt a csoportban a második helyen végeztek, és útjának indult az Európa Liga második meccse. Az első meccsen, ahogy láthatjátok, egy döntetlen jött össze csak. Végül nem volt ez olyan sima meccs, közbe kellett avatkoznom, és csak az utolsó percekben dőlt el. Egy jó kiugratásnak köszönhetően Bellinghammel eldöntöttük a továbbjutás sorsát. És kezdődhet az FA Kupa döntő, szóval egy lépésre vagyunk attól, hogy megszerezzük az első trófeát. Az 5. percben támadhatunk, és rögtön el is veszítem a labdát. Lehet egy próbálkozásunk, az jó, és megvan a vezetés. Hát én erre nem is gondoltam, a 7. percben, srácok, betalálunk. És a gólszerző pedig nem más, mint Victor Osimhen. 71. perc, és szöglettel jön a Newcastle. Nézzük, szerintem ebből kis szöglet lesz, így is van. Jön a beadás, inkább egy ilyen begulított középre labda. Emiliano Martinez, és lehet lesz belőle még egy szöglet. De nem. Ennyi volt, srácok, az FA kupát megnyertük, úgyhogy megvan az első trófea már is a szezonban. Na és srácok, itt a tabella, ahogy láthatjátok, 37 forduló után elsők vagyunk, és nekünk jobb gólkülönbségünk van, mint a Manchester Citynek. Az utolsó meccset is megnyertük, szóval a bajnokságot is ezzel egyúttal ki is pipáljuk, szóval 2 trófea már is megvan, és már csak az Európa Liga döntő van hátra, és indulhat is az Európa Liga döntő. Az Athletic Bilbao stadionjában fogjuk lejátszani az Európa Liga döntőt, méghozzá a Dortmund ellen, ahogy az előbb is mondtam. Itt láthatjátok, hogy hogy jutottunk be a döntőbe. Rögtön a meccs elején beadhatják a labdát, de meg tudjuk szerezni. 17. perc, és ebből lehet talán lesz valami. Egyelőre csak hozzuk a labdát. Az a passz viszont nem jó. Vágás közben könnyebb megmutatni, a meccs közben pedig nem vettem észre. Nem tudom, hogy hogyan, de a játék hozzáadott egy gólt így a meccs közepén, amit én nem vettem észre, csak a végén. Eldönthetjük ezt a párharcot, Rodrigo, és mellé lőjük. Hát ez nem igaz. Esküszöm, hogy nem igaz. Én már komolyan akartam örülni, hogy gól lett. Utolsó próbálkozásunk szerintem. Eriksen, az jó passz. Osimhen-nel futhatnánk, de utoléri a védő. Hát nyilván, hát persze. És így vágásra tényleg hülyén nézek ki, de ezt nézzétek. És megnyertük a meccset? Na ez érdekes, srácok. Én őszintén most nem is figyeltem fent a tabellát. Valamikor nekünk a játék dobott egy gólt. Ti már jártatok így? Ha igen, írjátok le kommentbe. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot és iratkozzatok is fel. Legközelebb találkozunk. Én Lehel voltam, és sziasztok!